Kazinczy Ferenc 1759. október 27-én született Érsemjénben. Alig 8 éves, amikor apja házánál a Sátoraljaújhelyhez közeli Alsóregmecen latinul, németül és szlovákul tanul. 9 éves korában már Kézsmárkon gyakorolja a német nyelvet. A sokszínű szepességi város nagy hatással van rá, de egy év elteltével 1769 őszétől már Sárospatakon tanul. Apja, Kazinczy József, a vagyonos birtokos nemes először katonai, majd vallásos pályára szánta. A szép irodalom és a képzőművészet iránt érdeklődő fiatal tehetség apja halála után édesanyja beleegyezésével abba hagyta teológiai tanulmányait, és joggyakornokként a szép irodalom felé fordult. A tél beálltával Kassa kulturális élete a 18.-19. században nagyon fellendül. Ilyenkor költöztek be vidéki birtokaikról az arisztokrata családok, a vécseiek, a kárcsándiak, a szerencsiek, a dőriek, az orciak, és akkor megindult a élénk társadalmi élet, a báli szezon, a színházi előadások látogatása, és ez a fiatal Kazinczy Ferenc életében is nagyon jelentős időszak volt. 20 éves volt, amikor 10 éves pataki tanulmányait befejezve Kassára jött joggyakornoknak, és itt a mögöttem álló kékkeretes, egyemeletes lakóházban töltött 13 hónapot. És az itt ebben a házban lakó Milec Sámuel ügyésznél, a tornai Keglevics uradalomnak az ügyészénél töltötte ezt a 13 hónapot joggyakornokként, és tulajdonképpen nagyon nagy szerencséje volt ezzel a principálissal, mert nagyon sok principális az ilyen joggyakornokat szinte inasként alkalmazta, sokszor alantas munkákra is. Milec Sámuel, ez a 40-es éveiben járó, nagyon művelt, szlovák származású ügyész, viszont semmilyen munkát Kazinczytól nem követelt, úgyhogy Kazinczy elvégezte a hivatalos munkát, és amellett élete saját kettelésének, az irodalomnak, a kézőművészetnek és a társadalmi életnek. Az író emlékét 1994 óta immár tábla is őrzi a Kassai Dom mellett található épület, avagy a néhai feketesas szálló falán. Ez a feketesas szálló és a mellette álló vármegyeháza szinte egy időben épült. Amikor Kazinczy ide került Kassára, akkor egészen újak voltak az épületek, hisz a feketesas 82-ben, 1782-ben és a vármegyeháza 3 évvel korábban épült fel. Most a feketesas szálló az Kazinczy életéhez csak annyiban kapcsolódik, hogy itt szállt meg, viszont a útirajzaiban nem szólt róla nagyon elismerően, azt írja, hogy hát kívülről szép az épület, de Isten óvja az utast, hogy betérjen ide. Semmi nem volt jó, sem a szállás, sem a vacsora, szóval nem volt vele nagyon megelégedve. Nagy volt a kassaiak öröme, amikor ezt az emléktáblát leleplezték. Na most a mellette lévő vármegyeház az viszont jelentős szerepet játszott az életében, mert 1784-ben tiszteletbeli, majd a következő évben már megválasztott vicenótáriusa volt a vármegyének, ami az akkori elsősorban protestáns nemesi fiatalok számára egy karrier kezdetét jelentette. 1786-tól Kazinczy Ferenc kilépett a megyétől, és gróf Török Lajos beosztottja lett. 10 volt vármegyének az iskola felügyelője lett, és az ő feladata volt, hogy megszervezze az állami iskoláknak a hálózatát. Nagyon nagy kedvel látott munkához, és hát abban az időben már nagyon sok támadás érte, elsősorban az egyházak részéről, de mégis úgy érezte, hogy nagyon sikeres munkát végez. A háttérben lévő két emeletes erkélyes épület szintén jelentős szerepet játszott Kazinczy Ferenc életében. Mint iskolafelügyelő itt vett szállást méghozzá az épület második emeletén, az első emeleten pedig főnöke gróf Török Lajos lakott. Érdekesség, hogy
Kazinczy Ferenc ugye gyakran látogatta főnök a lakását, és a térdén lovagoltatta a török Szofit, akkor egészen kislány volt, és hát aki aztán később, már börtönbüntetése letöltése után a felesége lett. A mai premontrei volt jezsuita templom és a mögötte álló rendház az Kazinczy Ferenc életében és az egész magyar irodalom történetben nagyon jelentős szerepet játszott. Kazinczy még első kassai tartózkodás alatt felkereste itt Baróti Szabó Dávidot, aki volt jezsuita paptanár volt, és a jezsuita rend felbomlása után is itt maradt Kassán világi papként. Később, amikor aztán már kassai iskolafelügyelő volt, akkor 1787. novemberében már pontos tervvel kereste fel Baróti Szabó Dávidot, azzal a céllal, hogy indítsanak egy irodalmi folyóiratot Kassán. Baróti, aki akkor 48 éves volt, kérte Kazinczyt, hogy vonják be ebbe a tervbe Bacsány Jánost is, aki a főutca másik oldalán a Szepesi Kamarának volt a hivatalnoka, és november 13-án ők hárman megalapították a Kassa Irodalmi Társaságot, és elhatározták, hogy a következő évben megjelentetik a folyóiratot Magyar Múzeum címen. Érdekes ennek a három embernek a találkozása és együttműködése, mert rendkívül különböző emberek voltak. Egyrészt korban is nagy volt a különbség. Bacsányi volt a legfiatalabb, 24 éves volt, Kazinczy 28 éves, de akkor egy nagyon jelentős pozícióban lévő, jól kereső ember volt. Baróti Szabó Dávid pedig 48 éves világi pap volt akkor. Világnézeti különbség is volt közöttük, ami összetartotta őket, hogy mind a hárman a magyar nyelv érdekében szerettek volna tevékenykedni, és egy irodalmi folyóirat megalapítása már mindhármuknak egy régebben dédelgetett terve volt. Későbben ez az épület, a volt jezsuita rendház a városnak a tulajdonába került, és a város bérbe adta hivatalnokoknak, és 1790-ben érdekes módon a irodalmunknak mindhárom nagy képviselője, Kazinczy Ferenc is, Baróti Szabó Dávid is, Bacsány is ebben az épületben lakott. Na most nem tartott sokáig Kazinczynak ez a működése, második József meghalt, és utódja 1791-ben Kazinczy Ferencet és másik két protestáns hivatalnoktársát, tehát menesztették, és Kazinczy Ferenc kassai működése ezzel 1791 tavaszán befejeződött. Lényegében egész hivatali karrierje derékba tört családjának és elsősorban édesanyjának nagy bánatára. Kassán immár négy évtizede általában kora tavasszal kerülnek megrendezésre az országos Kazinczy nyelvművelő napok. A rendezvény főmottója az anyanyelv tisztaságának megőrzése a délszlovákiai magyar iskolákban. A Kazinczy napok rendezvényei idén immár 33. alkalommal próbálták betölteni azt az űrt, amely a szlovákiai magyarok körében az anyanyelv gondos ápolása közepette is léptennyomon jelentkezik. A példaértékű szép magyar beszéd nem utolsó sorban a kassai csengettyű gyermekkar éneke, ezúttal is értékmérő volt mindazok számára, akik fontosnak találják az anyanyelv védelmét, tisztaságának megőrzését. Csengettyűt határainkon belül és határainkon túl ismerik már. Lesz-e elég ereje ennek a csapatnak, hogy megtartsa magát ezen a szinten? Gyerekek, lesz? Lesz! Én úgy gondolom, hogy lesz.
és bízom benne, hogy annak ellenére, hogy az iskola létszáma sajnos egyre kevesebb, kevesebb gyerek születik, nagyon sok tehetséges gyerek jár hozzánk, majdnem mindegyik tanul zenét, és nagyon szépen és nagyon eredményesen lehet velük dolgozni. Mennyiben könnyebb a dolga azokkal a gyerekekkel, akiknek már a szülei is énekeltek? Egyrészt hanganyagilag is kaptak valamit, ugye, és főleg erkölcsileg támogatnak azok a szülők bennünket. Segítségünkre vannak a szervezésben, netalántán anyagi segítséget is tudnak nyújtani. Mondjuk az nem teljesen attól függ, hogy énekelt vagy nem énekelt, de minden esetre erkölcsileg ők támogatnak a leginkább bennünket, és biztatnak, hogy csak tovább. Ők értik talán legjobban, hogy miért kell tovább vinni ezt az ügyet. Igen, hát akivel találkozom évek múltán is, mindig az az első kérdés, hogy hogy van a csengettyű. Hogy van a csengettyű? Köszönöm szépen, hál' Istennek még nagyon jól. Tiszta forrásból meríthettek azok is, akik részt vettek a Szép Magyar Beszéd országos döntőjén. A három kategóriában versenyző tanulók valamennyien elismerést érdemelnek, mi több, beszédük és fogalmazásuk minden magyar iskolában példa lehet. Én azt mondom, hogy nincs különbség. Tehát abban, hogy jobban tudnak-e beszélni magyarul vagy kevésbé, azt hiszem, hogy ezt a kérdést föl sem lehet tenni. Tehát nem tud sem jobban, sem rosszabbul egy kassai, vagy egy királyhelmeci, egy dunaszerdahelyi magyar gyerek, mint éppen a csornai vagy a miskolci. Tehát e tekintetben nincs különbség. A tekintetben, ami különbség van, az inkább értéke. Tehát vannak olyan regionális ízek, ami sehol máshol nem szólalhat meg, csak itt. És ezeket az ízeket is mi értékeljük, és azt is, hogy a gyerekek beszédében akár az E-kettőssége, hogy hangzik, vagy amit ugye sokszor azt mondják, hogy hát miért kellene, mert hogy olyan csúnya, ugye a palóc ázás, mi nem lebeszélnénk erről a diákokat, hanem azt, hogy mértékkel és szépen éljenek vele, hiszen ez az anyanyelvüknek, a magyar nyelvnek a része. Lehet-e egy ilyen versenyre készülni? Hát készülni végül is lehet, de nagyjából úgy, hogy fogalmazásokat írunk különböző témákra, tehát nem specializálódunk egy elbeszélésre vagy elmérkedésre, hanem mindenféle témában, hogy felkészültek legyünk, hiszen ez a verseny is arról szól, hogy tudjunk mindenről írni szépen, tisztán, magyarul. Én úgy mondanám, hogy egyszintű voltam mi kategóriánkban, mindenki egyformán teljesített, én úgy mondanám, erős volt a mezőny, és én dönteni nem tudtam volna a zsűri helyében. Szóval azért reménykedtem benne, hogy ott leszek. Egyetlen szülőnek, ahogy nincs joga megverni a gyermekét, nincs joga ahhoz sem, hogy elvegye a gyermekétől az anyanyelvét, amelyiken szocializálódott a maga kis társadalmába. Tehát a magyar iskolának én inkább ezt a másik oldalát és ezt a másik fontosságát tartom, mert szépen beszélni, amíg szól a magyar nyelv, bárhol lehet, de a gyerekből értelmes felnőtt csak akkor lehet, ha a számára legjobb eszközt használja hozzá, tanuláshoz pedig az anyanyelvnél nincs jobb eszköz. A nyelvművelő napok megerősítenek abban, hogy Kazinczy Ferenc álhatatossága nem volt hiába való. Miután 1790-ben állásából elbocsátották, egyre jobban átlépett a lázadó szép irodalom területére. 1794. december 14-én letartóztatták. A Martinovics féle összeesküvés miatt több mint 6 évi börtönt szenvedett. Szabadulása után új otthont teremtett magának az Abaúj Zemplén megyei szép halmon. Hivatásának ekkor már egyértelműen a nyelvújítást tartotta, amelynek méltó szimbólumaként a hálás utókor 2008. április 23-án Sólyom László köztársasági elnök közreműködésével felavatta a Magyar Nyelv Múzeumát.
A Borsodabói Zemplén megyei múzeumi igazgatóság reményei szerint a nyelvújító Kazinczy Ferenc egykori lakhelyén felépült múzeum az értékőrzés mellett a magyar nyelv fejlődését segítő műhely szerepét is betöltheti. Nemzedékek nevelője lehet. 1875-ben nyílt meg a mellettünk levő közkeletű nyelven mauzóleum, és azóta zarándokok százai, ezrei, tízezrei keresik fel szép halmot. Van olyan diák bejegyezve a korabeli vendégkönyvben, aki Temesvárról indult még akkor az első világháború előtt, és gyalog zarándokolt el Kassára. Éppen azért, hogy Kazinczy Ferenc egykori lakóhelyét, munkálkodásának helyszínét felkeresse. Tehát valóban van egy ilyen kisugárzása most már közel 140 éve szép halomnak. Tehát ez az intézmény, úgy gondoljuk, hogy tényleg minden magyar nyelvet becsülő, szerető, féltő emberhez fog szólni. Ez a múzeumépület, amelyik egyébként a 21. század technikáját is használja, megépítésében is olyan közösségi tereket kínál a kiállításokon túl az ide látogatóknak, és mondom azt, hogy ősztől pedig minden korosztálynak, amelyek egy cselekvő, foglalkoztató, a nyelvvel megbarátkozó lehetőséget biztosít számunkra. Hadd mondjam azt, hogy kutatóhelynek is szánjuk. Tehát akik Kazinczyval, vagy a felvilágosodás korával foglalkoznak majd, akár legyenek egyetemisták, ahogy a régészeknek van gyakorló terepük a régészeti ásatásoknál, itt a például a magyar szakos egyetemistáknak lesz ilyen lehetőségük itt tartózkodni. Egy gazdag könyvtárat kívánunk felépíteni a hagyományos könyvészeti alapokon is, de olyan hanganyagokat, amelyek reprezentálják a magyar lakta területeket, nem csak a Kárpát-medencében, de a világon akár. Tehát olyan érdekességek, hogy az Amerikába kivándorolt vagy kitorgott magyarok más harmadik generációja, vagy most már negyedik generációja hogyan használja a magyar nyelvet. És rengeteg példát tudnék erre sorolni. A délszlovákiai magyaroknak ugyanolyanok a lehetőségeik majd itt a múzeumban, ha esetleg munkákat készítenek? Természetesen őket, ha lehet ilyet mondanom, akkor még nagyobb szeretettel várjuk, mint a határainkon belül élőket. A tudományos konferenciáknak is otthont adó épületben határokon átnyúló nyelvi vetélkedőkre is sor kerülhet rövidesen. A nyelvészek bíznak az ilyen jellegű rendezvények megtartó erejében. Az én elképzelésemben ez a múzeum, tehát a Magyar Nyelv Múzeuma egyszerre képviseli a múltat, a jelent és a jövőt. Egyszerre képviseli a magyar nyelvnek a nyelvváltozatait, nyelvjárásait, de egyéb társadalmi nyelvváltozatait is, és természetesen a határon túli, a határon kívüli magyarok nyelvi változatait is. Tehát mondhatjuk azt, hogy a részletekben rejlik az erőnk, az, hogy a magyar nyelv sokféle változatban él, de ez a múzeum szimbolizálja az egységet. Szimbolizálja azt, hogy az egységek fölött létezik egy közös nyelvváltozat, amelyet mindannyian értünk. És ez azért nagyon fontos, mert ez tényleg létezik. Szóval a világnak azért elég sok nyelve van, amelyen nem lehet beszélni közös, egységes, irodalmi vagy köznyelven, hanem különböző nyelvjárások, nyelvváltozatok vannak, és ezek beszélői nem mindig értik meg egymást. A magyar nyelv esetében ez így van, eddig így volt, ez köszönhető a reformációnak, köszönhető az utána következő évszázadoknak, nyelvészeknek, íróknak, költőknek, köszönhető Kazinczynak, ezért is vagyunk azt hiszem itt, és szép helyre épült ez a Magyar Nyelv Múzeuma, és hogy ezt az örökséget mondjuk meg is tartsuk, tehát a magyar nyelv egységét képviseljük, azt hiszem mindannyiunk kötelessége, mindannyiunk feladata. A köztársasági elnök úr beszédében is volt egy ilyen utalás, hogy ugye a kétnyelvűségi helyzetből adódó
nyelvi jelenségeket meg kellene ítélni. Ezzel kapcsolatban azt hiszem vita van eléggé a nyelvtudományban. Én azt a nézetet képviselem, hogy az ember egy adott környezetben érthető módon a leggyakorlatibb nyelvhasználati formát alakítja ki, tehát az ott úgy rendben van. De ez nem mentesíti az alól, hogy az egységes, közös, igényes, mindenkit összefogó, határokon túlívelő magyar nyelvet is megtanulja, mert ezen tud leginkább boldogulni, ezen tudja leginkább megértetni magát másokkal. Hát a magyar nyelvművelés az egy több évszázados hagyományra visszamenő folyamat, és nagyon sokféle nyelvművelés volt. Volt harcos, volt purista, minden idegen szót ki kell írtani, ilyeneket is mondtak, ma ezt nem mondjuk egyébként, és egyáltalán nem gondoljuk. Aztán voltak ilyen szelíd nyelvművelő időszakok, most azt hiszem inkább egy ilyet képviselünk, amelyet még az is színez, hogy azért van érdeklődés a magyar nyelv iránt. Ezt én nagyon jól tudom a tévéműsoraimból, a rádióműsoraimból, cikkeimből, járom az országot, határon túl is megfordulok, Csehországban is jártam egyébként nemrégen, tehát tapasztalom azt, hogy hihetetlenül nagy az érdeklődés a nyelvi kérdések iránt. És a nyelvművelésnek ez a lényege, hogy beszéljünk a nyelvről. Az anyanyelvünket spontán módon sajátítjuk el, de tudatosítsuk ezt a folyamatot. Tehát használjuk egy kicsit tudatosabban az anyanyelvünket. Ahogy a kultúránkhoz való viszonyban is fontos ez a tudatosítás. Hát az embernek ez a lényege, hogy tudatosabban élje az életét, tudatosabban képviseljen bizonyos értékeket, például az anyanyelvi értékeket is. Én ezt tekintem arszpoétikámnak. Az anyanyelv védelmét nem vitás, már az óvodákban el kell kezdeni. Budapesti kollégánk szerint a határon túliak magatartása igencsak figyelemre méltó ezen a téren. Kazinci különösen boldog lehetne, hogyha erről tudhatna oda át, de minden esetre sokszor mondjuk azt, és nem bóknak szánom, hogy a határon túli, tehát bizonyos nehézségek, megszorítottságok, korlátok között élő magyarok jobban vigyáznak a nyelvükre is, így a kultúrájukra, és az, hogy a kultúrájukban és a színházban, a pódiumon, amely a magyar nyelv újjászületésének vagy a nyelvításnak a színtere volt a 19. század elén, hát a Pesti Színházat azért hozták annak idején létre, hogy magyar nyelven lehessen szólni végre a német után a 19. század elején, mint mindannyian tudjuk. Most hát ez a jelentősége a Kassai Tália Színháznak, a Komáromi Színháznak, és mindenütt, ahol magyarok együtt pódiumra léphettek, és megszólalhatnak, és értéket közvetíthetnek, ez nekünk, anyaországi magyaroknak azért különösen fontos legalább, vagy talán más szempontból még fontosabb, vagy épp olyan fontos, mint nektek, az ott élőknek, mert az anyaországban, ahol természetesebb azért az anyanyelvnek a használata, és ezért ugyanakkor, amit az ember természetesnek és a magáinak tud, arra talán kevésbé vigyáz, mint amit fenyegetnek időnként, vagy ami nehézségek között élhet tovább. Tehát tanulni járunk Kassára, a Csalló közbe, arra a legősibb magyar tájra, ahol a honfoglalóink legelőször megtelepedtek többek között a Kárpát-medencén belül, és valóban, ha ott hallok magyar szót, akkor úgy érzem mindig, hogy újabb nyelvleckét veszek tőletek, és köszönöm, és Isten áldjon és tartson meg minden magyar embert, akárhol él, és hát így természetesen a Dunán és a Garmon és az Ipolyon túl is. A magyar nyelv külföldi barátai is részt vettek az avató ünnepségen. A lengyel küldöttség vezetője nem kis meglepetésünkre magyarul vallott arról, mit jelentett számára anyanyelvünk elsajátítása. Én kerültem Magyarországra valamikor, 83-ban, és azt hittem, hogy ez a nyelv az olyan nyelv, hogy egyáltalán az életemben nem fog tudni megtanulni. Végül is az lett, hogy kezdtek velem magyarok, barátaim, akivel dolgoztam, kezdtek velem hogy először mondani, és rövid időn belül kezdtem írni. És itt volt ez a kapcsolat a Kazinci Ferenchez, mert tudtam, mondunk, írni, de lengyel betűkkel. A lengyel betűkben nem szerepel ő betű, ű betű. Az volt nehézség, az átlag lengyel, milyen vagyok. És megtudtam akkor, hogy volt egy tudós ember, aki újra alakított a nyelvet, újra az írásba, pláne az írását alakított át. Valóban olyan nehéz a magyar nyelv? Az kimondhatatlan.
lengyeleknek, átlag lengyelek. Ezért, mert benne vannak a hangok, amilyenek nem léteznek a lengyel nyelvben. Fordítva is úgy van a nehézség a magyaroknak. És ráadásul igazán mondani, átlag lengyel nem látja, nem hallja a magyar nyelvet, mint szép. Viszont is az van. Addig, ameddig nem ismeri meg, mint én. Én nekem annyira tetszik most magyar nyelv, az az első, hogy elsősorban az, hogy teljesen különleges. Az Európában finnek sem olyanak, mint magyarok, mondunk. A nyelv hasonlítanak egymáshoz, de ez nem úgy van, ugye? Ahogy mondtam, a nyelv akkor kezdi tetszeni az embernek, amikor már tudja ezt a nyelvet használni. De szimpatikusak a szlovákiai magyarok is, nem? Jaj, nagyon. Vannak barátok Szlovákiában? Hogyne, a Szepsibe járok a rendezvényekre, ahol nagy szívesen fogadják el engemet, mint idegen embert végül is, mert egyáltalán a gyökereimben nincsen a magyar nyelvű emberek. Úgyhogy járok oda, mint a barátokhoz, de mégsem vagyok magyar. Akkor ezt most úgy is vehetjük akár, hogy az igazi lengyel-magyar-szlovák barátság kézzelfogható változata? Hogyne. Ez úgy van, hogy régóta a szlovákok között, vagy szlovákok, szláv nyelvű emberek között mindig volt a barátság, de az érdekes benne az, hogy ilyen egészen idegen nyelvű magyarok, egy népség olyan lelkileg ilyen barátságos a lengyelekhez. A szlovákokhoz, meg szerintem a csehek, meg a szláv népekhez barátságosan viselkednek, és mi viszont is. Hát nem hiába van ez a közmondás, hogy Polak venged dva bratanki, jak do sabli, tak do sklanki. Magyar is tudom, hogy lengyel-magyar két jó barát, együtt harcol, s issza barát. Az ünnepség vége felé minden várakozásunkat fölülmúlta a Stockholmban élő ükunokával való találkozás. Nyilván rákérdeznek az emberek bárhol, ha ön bemutatkozik, hogy milyen rokoni szálak fűzik hozzá. Előfordult az, hogy Egerben egy nem volt már kapható szállodai szoba, és akkor mondták, hogy hát mondja meg, hogy esetleg lesz később, akkor mondja meg, hogy hívnak, jöjjek vissza. Mondom, hogy Kazinczy Ferenc, az már egész más. És rögtön volt szoba. De sokat jelent a név itten. Előfordul, hogy itt Magyarországon rákérdeznek. Ön elmondja, hogy valójában az ükunokája vagyok? Hát, ha valaki kérdezi, nem tartom titokban nyilván. De hát nem fordul elő gyakran, hogy megkérdeznék. De Magyarországon alig, ha van olyan ember, aki ne hallotta volna még ezt a nevet, és ne tudná, hogy ki volt ő. Ez így van, ez valóban így van. És a unoka gyerekeim, illetve a nővéremnek a gyereke is, akik ide járnak, és nem tudnak magyarul, de amikor mondják, hogy Kazinczynak utódja, hát nagyon megvannak illetődve, erről mindenki tud. A gyerekek, unokák közt és a leszármazottak közt hány Kazinczy Ferenc van? Van-e erről tudomása? Nem, hát nincs, nem nagy család, de nekem csak két gyerekem és két unokám van, és egyik sem Ferenc. Hogyan emlegették őt az ön szülei? Hát nyilván mint egy nagy nyelvalkotót, vagy nyelvújítót, és mondták azt is, hogy ő feláldozta az életét a magyar nyelv részére, mert hiszen az egész vagyonát tulajdonképpen erre fordította, hogy vett könyveket, és segített a fiatal írókat, költészeket, és nagyon elszényedett a élete végén. És ezt is mondták nekem. Ez egy fantasztikus dolog. Egy olyan rendezvény volt, hogy ez egy életem, egész életem, hát talán nincs ma sok évem hátra, de ami hátra, de években örökké fogok erre emlékezni. Ez nagyon szépen volt rendezve, és nagyon megható volt. A sátoralja új helyhez tartozó szép halom már korábban is a magyarság zarándok helye volt. De most, hogy felépült a Magyar Nyelv Múzeuma, még többen keresik fel. A nyelvújító Kazinczy Ferenc élete végén itt írta meg legeredetibb művét, a Fogságom naplóját. 1831-ben a kolera járvány áldozataként ebbe a családi sírba temették.